Teljesen ártalmatlan vagyok. Nem állítom, hogy tisztességesek a szándékaim. De nem akarok magára semmi rosszat, sőt. De a feleségemet még nem is ismer. Legjobb barátom, ez ő Pontanyá, a nejem. Madame? Persze, nem egy okos dolog tőlem, hogy bemutatnak Pontanyának. De miért? Magunk között nem az a típus, aki felkorbácsolja szemben. Ő a férjem. Látja, egyetért velem. Dehogy is! A szerelmes nő annyit mond, szeretem. Nem azt, hogy szeretem, mert a férjem. A férj az szimpla adminisztrátor. És maga volna a szerelem művésze? Ó! Kétségig. Soha nem szerelmezel engem? Soha nem szerelmezel! Szerelmezel! Hogyha Londonban leszek! Tömasztatok utánad, aztán rajta kaplak, és akkor? És akkor? Bravo! Bravo! Köszönöm! Nevet címet kaphatok? Rédion, Rüko Márten, 12. Még 48? Nem, semmi vagyis. Elég bocsmányodnak. Azért is vitettem föl magának a névkártyámat. Lucien vagyok, én Armandin vagyok. Nem. Hogy hívjalak Luciennek? Neked olyan mindegy, engem a bizsergett. Lucien! Úgy vagy, elmegmondja, hogy miért ott az eszembe. Ne, nehogy megmondja. No, nem vagyok egy stupid. Csak már mindjárt Luciennek is közli, hogy vidékre kell utazni. Muszáj elutaznod a 8 órás alatt. Madame! Vesző, az itt jelenlévő úr törvényes hitvese,
vesző, szintén a lakásban tartózkodtam, 3 font a szeretőmmel.